Kenyérdarabkákat csipegetnek a vadkacsák a nyíregyházi bújtosi tavon. Ez az eleség nem csak értéktelen, de kifejezetten káros a madarak számára, emellett a vízminőséget is rontja. Szakemberek szerint az alapvetően jó szándékú emberek nincsenek tudatában annak, hogy a vízi madarak etetése teljesen felesleges. A nagy mennyiségben és könnyen szerzett falatok hatására viselkedésük és szokásaik is gyökeresen megváltoznak. Etetésük tömegesen sodorja veszélybe ezeket az állatokat bármivel is hetessük őket, ki fogja kapcsolni a természetes táplálkozó viselkedést, ki fogja kapcsolni az őszi vonuló viselkedést. Ez gyakorlatilag öngyilkos viselkedés torzulást eredményez. Itt maradnak télen, és tömegével fagynak, fagyhatnak be a vizekbe. Ráadásul ugye a többségen a bedobott táplék számukra teljesen alkalmatlan nagy mennyiségbe fogyasztva, hogy a kenyérről van szó, ha pedig a számukra megfelelőbb táplálékot dobálnánk be, hangsúlyozom, ez is teljesen szükségtelen, hiszen a vízimadarak, a növényevő vízimadarak táplálékának 70-90 át a szárazföldön legelt lágyszáróak teszik ki, illetve így a nyári időszakban a vízinövényeket is tudnak fogyasztani, tehát nincs szükségük erre, viszont ez is élelmiszer pazarlást jelent, tehát aki eteti a vízimadarakat, az tevőlegesen járul hozzá ahhoz is, hogy az agrárterületek növény és állatvilága tovább csökkenjen. Az etetőhelyek mesterségesen fenntartott táplálékbázisa közelében évről évre egyre több madár költhet. Így nő a nyári kéregetők száma, és a folyamat immár még több madárral folytatódik tovább. A part közelébe szoktatott madarakra ráadásul a horgászati eszközök is komoly veszélyt jelentenek. Ezeken a nagy etetőhelyeken egyre gyakrabban látni sajnos horgot nyelt madarakat, elsősorban hatjuk a tőkés récéket is, ezért is egyedül a vízimadarak etetői a felelősek, hiszen kicsalogatják a madarakat a partizónába, ahol már a horgászok ö, is ö, jelen vannak, a hosszú nyakú madarak vagy a bukni kisképes madarak fölveszik a, a felcsalizott horgot, ez beszakad a csőrükbe, ugye, beakad a csőrükbe, nyelőcsőkbe, gyomrukba, és amikor felrepülnek, akkor mondjuk a gyomrukba akad horog fogja elszakítani a zsinort, ami aztán felakad fák, bokrokágaira, az elektromos szabad gondoljuk el, milyen így elpusztulni két-három nap alatt egy szerencsétlen madárnak. Ez a plakát a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapjáról ingyenesen letölthető. A szervezet szerint a madarak segítése érdekében fontos lenne, hogy az adott terület tulajdonosa ennek kihelyezésével tájékoztassa a lakosságot a vízi madarak etetésének veszélyeiről.